Olyan alkalom a mai, mely évről évre megismétlődő, de diákjaink csak egyszer élhetik át ünnepeltként. Köszönjük az alsóbb éveseknek, elsősorban a hetedikeseknek, osztályfőnökeiknek és szüleiknek, hogy a gyönyörű díszítéssel még meghittebbé varázsolták a búcsút. Megható és felemelő a 47 végzős diákunk nevét hallani. Hiányozni fogtok, kedves ballagók! Az elmúlt napok a búcsúzásról és az emlékezésről szóltak. Kedden a kisiskolában az alsós tanítóitok vártak benneteket, mint annak idején 2016. szeptember 1-én, amikor kicsit megszeppenve léptétek át az iskola csodásan feldíszített kapuját. Az ott lévők szeretettel búcsúztak tőletek. A hit, a szeretet, a tudás és a barátság fájára a nevetekkel ellátott emlékszalagot ti is felkötöttétek. Majd a templomba vezetett az utunk, ahol lelki vezetőnk Zoltán atya várt bennünket. Elhelyeztük az emlékszalagunkat a templomi emléktáblánál, hálát adtunk a 8 évért, és együtt imádkoztunk. Szeretettel gondoltunk korábbi lelki vezetőnkre, Zsolt atyára. Zoltán atya áldása után, kilépve a templomból, hosszan kísért bennünket a harangszó, mely most is értetek szólt, és követett az iskoláig vezető úton. Csütörtök este hangulatos szerenáddal ajándékoztatok meg bennünket. Tegnap pedig elérkezett az utolsó nap. A folyosókon sétálva egyre lassultak lépteitek, gyakrabban szöktek könnycseppek a szemetekbe, hiszen megéreztétek, valóban vége. A közös, élményekkel átélt 8 év véget ért. 8 év egy ember életében nem tűnik olyan soknak, de 8 év a fiatalságból, és ezek az évek, élmények, tapasztalatok, sikerek, kudarcok, örömök az egész életetekre kihatnak majd. Meghatározóak lesznek. Büszkék vagyunk rátok, hiszen olyan diákokat engedünk útjukra ma, akik tudásukkal, kitartásukkal, hitükkel még nagyon nagy dolgokra hivatottak. Legyetek sikeresek a választott középiskolátokban. Sáfárkodjatok jól azokkal a kincsekkel, amelyeket itt a Györfiben gyűjtöttetek. Hit, tudás, akaraterő, küzdeni tudás, kitartás, szeretet, emberség, barátság, közösségi érzés, tolerancia. Kedves ballagók, általatok mi is gazdagabbak lettünk. Mi tanárok nem csak adtunk nektek, hanem kaptunk is tőletek. Kedvességet, őszinteséget, szeretetet, erőt a további munkánkhoz, és sok-sok közös élményt. Sok szeretettel hívom az emelvényre a Karcagváros jó tanulója, jó sportolója díj átvételére Molnár Liza Szonya, 8. A osztályos tanulónkat. Molnár Liza Szonya, példás magatartású, példás szorgalmú, kitűnő tanuló. Nevelőivel, diáktársaival szemben tisztelettudó, segítőkész, mindig lehet rá számítani. Kiemelkedő szorgalmát bizonyítják tantárgyi, osztályfőnöki és igazgatói dicséretei. Feladatait legjobb tudása szerint teljesíti. Számtalan tanulmányi versenyen vett részt, kiemelkedő eredményekkel iskolai tanulmányai alatt. Ügyesen megtalálta az egyensúlyt a tanulás és a sport között. Mindennapjainak már óvodáskora óta fontos része a mozgás, a sport. Labdarúgás, futás, grundbirkózás, kerékpározás. Nem csak a tanulásban ér el kimagasló eredményeket, de a sportban is jeleskedik. Háromszor vívta ki a Vármegyei Diákolimpián az országos döntőbe jutást mezei futás sportágban. Szívéhez legközelebb a labdarúgás áll. Szorgalmas, kitartó, magas színvonalú játékának köszönhetően meghívást kapott a magyar női labdarúgó korosztályos válogatottba. Telkiben az összetartáson több alkalommal sikeresen vett részt. 2024-ben játék lehetőséget kapott a Szolnoki MÁV NB2-es felnőtt női labdarúgó csapatában.
Az iskolai lány labdarúgó csapatnak 2023-ban sikerült a Diákolimpia megyei döntőbe jutni, melyhez Szonya kiemelkedő játéka hozzájárult. Mára tehetsége és akaratereje révén az iskola legsikeresebb női sportolója lett. Teljesítményére országosan is felfigyeltek, több nagymúltú labdarúgó akadémia ajánlott továbbtanulási lehetőséget számára. Szívből gratulálunk a kitüntetéshez. Most, amikor véget ér, mondanám az alapozó időszak életetekben, az igazi nagy mérkőzések csak most kezdődnek el. Kihívások, küzdelmek, sokszor harcok, sokszor győzelmek, és bizony sokszor vereségek is becsúsznak majd életetek nagy meccseiben. Minden küzdelem célja, hogy megelégedett, kiteljesedett és boldog emberek legyetek. Ezt pedig nem adják sehol, soha, ingyen. Küzdeni mindig, feladni soha. Minden próbatétel, minden kudarc egyben a fejlődésetek motorja lehet, míg az elért siker öntelti és elbizakodottá tehet. Ezért kívánom, hogy a sikerek idején maradjatok szerények, a nehézségek idején pedig ne veszítsétek el soha a reményt. Kívánok nektek eredményes, de főleg boldog életet. Küzdjetek az álmaitokért, küzdjetek a vágyaitokért, amit az élet lehetősége felkínál. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje életeteket. Reményik Sándor, Csendes csodák című versével kívánok nektek igazán szép, értékes és boldog jövőt. A széle másik irányba fújja.